Nagy érdeklődés övezi a csíkszeredai Szabadságtéren zajló hagyományos és helyi termékek húsvéti vásárát. A kétnapos vásáron több mint 130 termelő és kézműves kínálja mindazt, ami elmaradhatatlan a húsvéti ünnepi asztalról. Hagyományos módszerrel, kesicével és mévijasszal készülő tojásírást is tanítanak a vásárban, de aki ezt már tudja, az kipróbálhatja a mézes kalácsok díszítését. A kézművesek szerint az utóbbi években reneszánszát éli a tojásírás Székelyföldön, nagyon sokan tanulták meg újra a mintákat és a folyamatot. Egyre többen fognak neki, egyre többen várják a fiúkat írott tojással, úgyhogy tehát ők készítsék el. A hagyományos piros tojások mellett nagy az érdeklődés az újdonságok, a modernebb, új technikával, fából készült tojásokat is keresik a vásárlók. Az az igazság, hogy inkább az ilyen hagyományos kifújt tojásokat, de viszont ragaszkodnak azért, mert nem törik, tehát maradandó. Vásárról vásárra változik a kuncsafok igénye, ízlése, érdeklődése, állítják a kézművesek. Hát érdeklődnek Csíkszeredában nagyon, a kosárterítők azok kellenek, igen. Van-e különös igényük az embereknek? Keresnek-e valamilyen egy a bizonyos fajta terítőt? Hát a tulipánost azt, igen, és a tiszta fehéret. Nem sok, amúgy rejelteszem meg a dolgok. A hústermékek standjainál kígyóztak a legnagyobb sorok ma. A drágulások miatt kevesebbet, de mindenki próbál egy-egy kicsi sonkát, füstölt kolbászt beszerezni az ünnepi asztalra. A sonka lakkárás igazából az most a szezonális. A rútat az az ünnepi alkalomnak a fő étele, a barany mellett ugye. A vásár első napján is nagyon sokan kilátogattak a térre, végignézegették a standokat, megvásárolták a húsvéti ünnephez szükséges élelmiszereket. Különlegesen szép, nekem nagyon tetszik, mindig élvezek ide kijönni. A kézműves termékeket, azokat szeretem a leginkább, mintha egy kiállításra mennék, és ott gyönyörködök bennük. Vettem is egy nagyon szép mézes kalács szívet. És az árak? Az árak hát meglehetősen magasak, de ez van ma. A csíkszeredai Szabadságtéren is promenádon zajló hagyományos termékek kiállítása és vására holnap is várja a látogatókat 8 és 18 óra között.